Az MSZP véleménye szerint egyértelműen az Orbán kormány felelőssége, hogy úgy nézünk a tél elébe, hogy harmadáig vannak csak feltöltve a magyarországi gáztárolók. Úgy vette meg az Orbán kormány az EON-tól, hogy azt sem tudta, hogy mi van benne. Ez idáig 345 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek ez a gáztározó, és most derül ki a tél küszöbén, hogy nincs elegendő gáz a tározókban. Van egy népi mondás, hogy üres kamrának bolond a gazdája. Ezt tartja a népi bölcsesség, márpedig ma a több mint 4 milliárd köbméter összkapacitású hazai tárolókban csak másfél milliárd köbméter körüli gázmennyiség van. Küszöbön áll a tél, és egyharmad mennyiség áll rendelkezésre. Ez is mutatja, hogy Orbán Viktor rossz gazdája ennek a nemzeti vagyonnak is. Az MSZP kormányzásának idején Magyarországon erősödött a földgázellátás biztonsága, létrejött az 1,2 milliárd köbméteres biztonsági földgáztározó, új tározók is épültek, többek között a zsanai dupla kapacitásra. Ennek köszönhetően nem kellett korlátozni a gázellátást, még a 2009-es gázkrízis idején sem, sőt Magyarország tudott segítséget adni a szomszédainak, például a Vajdaságnak. A Fidesz a stratégiai készlet mértékét 2010-ben lecsökkentette, és törölte a földgázkészletezés mértékére vonatkozó törvényi biztosítékot, törvényi szabályozást. Jelenleg nem tartalmazza jogszabály a készlet minimális mértékét. Ezért most óriási bajban lennének egy gázválság idején. Hiába vettük meg ugyanis a gáztárolókat, ha alig tartunk benne gázt, és a tartalékaink rövid időn belül kifogynának. A Fidesz 2010 óta nem gondoskodott arról, hogy a stratégiai földgázkészlet vissza legyen pótolva, pedig az ehhez szükséges kapacitások az MVM rendelkezésére álltak. Az MVM tehát úgy vette meg az EON-tól a tározókat, hogy az ellátás biztonságra és a csökkenő árakra hivatkozva eközben nem ellenőrizte, hogy az EON a nyári feltöltést elvégezte-e. A németek nyilván nem akartak már pénzt fektetni a gázkészletezésbe, az MVM pedig nem akarta a vélt elárban kifizetni a gázkészlet árát. Ilyen profán oka van, hogy most kevés Magyarországon a gáz. Fel kell tenni a kérdést, tudták egyáltalán a kormány részéről, hogy mit vásárolnak? Van egy másik tényező is, ami szintén az Orbán kormány mulasztása. Ha készen lenne a magyar-szlovák vezeték az új határkeresztező kapacitás, amelynek eredeti határideje 2013, tehát idén október lett volna, akkor nagyobb lenne az ország ellátásának a biztonsága. De ez a határidő a kormány hibájából 2015-re csúszott. Ha ez már meglenne, akkor más irányból is lehetőség lenne földgázt behozni krízis esetén. Az MSZP követeli, hogy az Orbán kormány azonnal vizsgálja ki az MVM vezetésének és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vezetésének a felelősségét. A magyar lakosságának joga van tudni, hogy ki a felelős a mulasztásért, a földgázellátás biztonságának a veszélyeztetéséért. A tárolókban lévő párnagáz kitermelése rossz megoldás, mert a tárolókat tenné tönkre. Az MSZP követeli, hogy nyilatkozzon a kormány arról is, hogy a tárolókat nem kívánja bezárni és tönkretenni. Követeljük azt is, hogy azonnal kezdjék meg a tározók feltöltését, erre technikai lehetőség van. Mi úgy gondoljuk, hogy nem fölvállalható felelőtlenség az, amit a kormány most végez, hogy harmadáig töltött tározókkal indul neki az ország a télnek. Az MSZP követeli a felelősök megkeresését és a tározók gázzal történő feltöltését.